Amennyiben a Nyugat nem támogatná katonailag és pénzügyileg Ukrajnát, a háború néhány héten belül véget érne, ezt Vladimir Putyin orosz elnök mondta a Tucker Carlson ultrakonzervatív amerikai újságírónak adott interjúban. A fegyveres konfliktus kirobbanása óta először adott interjút nyugati újságírónak az orosz elnök, nem véletlen, hogy olyannak, aki nem rejti véka alá, hogy szimpatizál Putyinnal. Az orosz invázió kezdete óta először adott interjút Vladimir Putyin, orosz elnök egy nyugati újságírónak. Az ultrakonzervatív amerikai Tucker Carlsonnal több mint két órát beszélgetett az orosz államfő. Putyin közölte, hogy Oroszország katonai veressége Ukrajnában lehetetlen, és ha valóban a háború végét akarják, akkor le kell állítani Ukrajna fegyverellátását. Miért nem egyeztetnek a béke kapcsán Joe Biden amerikai elnökkel? Kérdezte tőle az újságíró. Miért kellene egyeztetni? Nagyon egyszerű. Kapcsolatban állunk egymással különböző ügynökségeken keresztül. Elmondom az álláspontunkat a téma kapcsán, és mit várunk el az amerikai vezetéstől. Ha valóban le akarják állítani a harcokat, meg kell állítsátok a fegyverellátást, és akkor néhány héten belül vége lesz a háborúnak. Ilyen egyszerű. Az orosz elnök azt is elmondta, hogy kizárja Lengyelország vagy Lettország megtámadásának gondolatát két olyan országét, amelyekben, mint fogalmazott, Oroszországnak nincsenek érdekei. Az újságíró arra is rákérdezett, hogy Putyin felajánlotta-e valaha Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy visszavegye ukrajnai részét. Soha nem mondta ilyet neki, de biztosan tudom, hogy az ott élő magyarok vissza akarnak kerülni a történelmi hazájukba, fogalmazott Putyin.